Már negyedik éve, hogy az útkeresés segítő szolgálaton keresztül tüzifa adományt igényelhetnek az erre rászoruló Dunajvárosiak. Szerencsére tűzifa tekintetében van utánpótlás városunkban, így az erre vonatkozó igényt teljes mértékben ki lehet most is elégíteni. A megyei városok közül a legtöbb erdővel, fával rendelkezik ez a város. Aki idejön Dunajvárosba, az, az, mindig elcsodálkozik, hogy nem gondolta volna, hogy Dunajváros mennyi zöld van és ennyi fa van. Ezek a fáknak nem csak az ültetése, a kezelése, hanem mikor elérik a, a az évük végét, akkor ennek a, ennek a kivágás, illetve feldolgozása is hatalmas feladat. Ezt is a Dunajvárosi GESZ szervezet csinálja. Ennek lát Látjuk itt egy kis részét, ha alba az irányba nézzük, akkor látjuk a többi részét is. És ugye ebből azokat a fákat, amelyeket e, e, igazából nem lehet rentábilisan piacra bocsájtani, azokat ajánljuk föl a szociális tűzifa céljából a gyors lakosoknak. A korábbi évek tapasztalata pedig az, hogy szükség van erre a támogatási formára is. Bartendre Humán alpolgármester szerint, aki segítségre szorul, az idén is számíthat az önkormányzati támogatásra. Városunk ismét. Tűzifa adományt fog majd nyújtani a rászorulóknak az elmúlt évekhez hasonlóan, és hát nyilván igyekszünk a szociális hálózatunkat, illetve ezt a szociális segélyünket így kiterjeszteni. De többször beszéltünk már róla, hogy egy adott évben mik vehetők igénybe, és kihez kell ilyenkor fordulni. Évekkel ezelőtt az útkeresés segítő szolgálat munkatársai mérték fel, hogy Dunajvárosban hány embert, családot érinthet, hányan szorulnak tűzifa támogatásra. Mészárosné Libor Ágnes intézményvezető szerint egyre többen kerültek így a látókörükbe. Az ügyfelek, akik úgy érzik, hogy erre rászorulnak, bejönnek az intézménybe, ami a Bartók Béla utca 6 per B szám alatt található. A pultban ülnek a kollégáim, mindenkinek átadnak egy nyilatkozatot, amin az igénylő nyilatkozik arról, hogy ő rászoruló. Hogy van fatüzelésre alkalmas berendezése, illetve még arról is, hogy a fa aprítását meg tudja oldani otthon saját kezüleg, illetve az adatvédelmi nyilatkozatot is aláírja, és ez után kerül föl arra a listára, amit az én kollégáim aztán összeállítanak és adnak át az erdészet munkatársainak. Mészárosni Libor is arra a kérdésre, hogy mik a feltételek, azt válaszolta, hogy a szükséglet tehát aki nem tudja megvásárolni a tűzifát, az kérjen segítséget. Természetesen a hivatal ellenőrizni fogja a felhasználás tényét. A fa aprítását mindenkinek magának kell megoldania, illetve ha szükséges, ehhez is segítséget kell keresnie.